Hogy közösségi kerteket próbálok szervezni Budapesten, és ezt a lehető legjogtisztábban. Tehát fejjel megyek neki azoknak a falaknak, mint hogy önkormányzat, hogy minisztérium, hogy létre lehetne hozni gerilla kerteket. Én nem így akarom. Én azt gondolom, hogy ezt a szemléletet, hogy legyenek termőterületek a városon belül, tegye magáival az önkormányzat, és egyébként azt látom, hogy maximálisan pozitívak, és maximálisan érzik, hogy erre szükség van, és nagyon magas szinten tárgyalunk, tehát alpolgármester, főépítész, polgármester urak nagyon komolyan állnak mellé, csak teljes tapogatózás van a semmibe és a sötétben, mert hogy semmiféle hasonló előkép nincs. Jogilag nincs a dolog tisztázva, elképesztő jogi problémákat kell megoldani ahhoz, hogy az önkormányzat egy négyzetméter földet adjon arra, hol vannak nagy földjeik, hogy a polgárok, vagy a kerület lakói paradicsomot, vagy uborkát, vagy tököt, vagy tinyét termeszthessenek maguknak. Gábor, 7 éve találkoztunk utoljára a nézőkkel, illetve találkoztál a nézőkkel. Most itt vagyunk, 7 év után, körülnéztem ebben a városi kertben, a hó, és azon kívül mi változott itt? És azon kívül, hogy a sejtjei nyilván 7 év alatt megváltoztak teljesen. Hát sok idő az a 7 év, teljesen. Azóta sikerült 7 kertet alapítani. 4-et Kispesten, 2-t Óbudán, 1-et Szentendrén. Ahol most állunk, ez a záporkert, ez a legutolsó kertalapítás volt. Tavaly volt az átadó, igazából most fog nem sokára elkezdődni itt is a szezon. Atomizáló társadalmak, ugye, meg hogy az elmagányosodás, ezek rettenetek. És a kert egy kifejezette jó közösségépítő fókusz, egy nagyon jó motorja a közösségépítésnek, mert minden szezont újra kell kezdeni. Ebben a zseniális, hogy ha bélyeget gyűjtesz, akkor mindig berakod a bélyeg az albumba, aztán valami. De ezt minden évben újra kell kezdeni, és ebbe ez a jó. És minden évben nulláról lehet újra kezdeni. Van szabad hely most a kertben, ha például én belépni? Most itt van 3, nem tudsz belépni, mert kb. Egy 40 fős várakozó lista van. És mire várakoznak? Hogy ágyás, hogy felszabaduljon egy ágyás. Tehát akkor végsősorban mégis felszabadulhat ágyás. Mindig, tehát mindig van valamennyi fluktuáció, ez teljesen normális. Én multiknál dolgoztam, nagyvárosi környezetből jövök. Tehát az egy nagyon-nagyon rossz start pozíció, hogy a civil egyelő amatőr. Mert egyébként ez van. Uh-huh. Tehát, hogy civil egyelő nem profi. Civil egyelő, hát ilyen lunatik történet, ahol sem megágyazottság, sem stabil alapok nincsenek, hanem most azonnal is csináljuk, aztán utána kifullad. Uh-huh. Tehát civil az valaki, tehát civil az legyen, aki előtte már mindent kipróbált, nagyvállalatoktól, multiktól, stb. És utána herótja lett tőle, és azt mondja, hogy na jó, nekem többet senki nem parancsol, viszont van egy olyan tudás, amit megpróbálok hasznosítani egy másik területen. Uh-huh. Én ebből a alapállásból jövök. Mi történt veled ez alatt a 7 év alatt, amióta nem találkoztunk? Mint egy civil, például. Rengeteg vergődés és küszködés megcsinálni egy kertet. Tehát, hogy például, ha az egyik kerületben sikerül végigmenned az egész bürokrácia és döntési mechanizmuson, ez alsó hangon másfél év. De onnan, hogy belépsz az önkormányzathoz, hogy jó napot csináljunk kertet, és rábólint a polgármester, az még nem jelent azt, hogy rögtön lesz kert. Végig kell menni, jogi osztály, gazdaság, oktatási bizottság, a képviselőtestület, stb. Tehát őrült meló egy kert. Ha az egyik kertben sikerült szerződést összehozni, tehát az nagyon kemény végigcsinálni, az prezentálni az összes bizottságot, az nem fog működni a másik kerületben, mert Budapesten a kerületek városállamok. Igen. Teljesen mások a jogi viszonyaik. Tehát minden egyes kertér, új kertér meg kell küzdeni. Viszont ha egy kerületben van egy kert, és az megvalósul, első szezont megcsináltuk, az önkormányzat látja, hogy ez jó.
és kérik a következőt, és onnantól már sokkal könnyebb. Kispesten például az történt, hogy 4 éven keresztül évente kértek egy új kertet. Például ezek a kertek, ezek iskolai csoportokat fogadnak. Van egy ilyen programunk, hogy biológia óra a közösségi kertben. És hát tényleg a 10 éves kölköknek azért az újdonság, hogy a paradicsom az nem a műanyag dobozban nő, ugye? Ezt is te találtad ki? Mit? Nem kell. Tehát hihetetlenül kihozza az emberekből a kreativitást. Tehát egy idő után már magától működnek. Sőt, nekik elvárást feléjük, hogy van egy pont, amikor én kilépek. Aha. Tehát ez egy első másfél év után én hátra lépek, nekik kell kertvezetőt választani, kertpénztáros választani, különböző feladatokra delegálni felelősöket, és én hátra lépek, és gyakorlatilag csak a jogi hátteret biztosítom. Ugye tudjuk, hogy Magyarországon a civilek szinte ingyen dolgoznak. Szóval a civil az egy jó ember, ergo nem kér pénzt, ugye? Ismerős. Miért van mindig baj a pénz dologgal? Miért van ez a tabu? Miért nem működik? Szerinted milyen hiányoznak azok a szakemberek, vagy társak körülötted például, nem, akik a pénz mozgását, áramlását jól tudnák segíteni? Vagy szerinted mi a probléma? Mindig ez a probléma? Érzem, ez egy, ugye én ezt úgy hívom, hogy az a civil deficit. Volt egy időben a demokrácia deficitnek hívták, én mondtam, hogy igen, de van egy erős civil deficitünk is. Nem alakult ki egy civil szektor és civil szféra Magyarországon. Minden politikai erő bármelyik oldalon át mindig a sajátjait tolta. És az ellenfelet büntette. Ez így működik Magyarországon. Nem alakult ki annak a kultúrája, hogy a civilek elképesztően sok munkát végeznek el, állami, önkormányzati feladatokat, életminőséget javítanak, amely igazából nehezen forintosítható. Tehát nincs, ha valaki megtermel egy csavart, annak van egy összege, el lehet adni, van belőle profit, stb. De az, hogy kertet csinálsz, vagy életminőséget javítasz, az így nehezen forintosítható is. Azok a fiatal lányok, srácok, akik nézik ezt az interjút veled, és azt mondják a fotelben, hogy jó, persze, igen, nagyon szépen szól, de én nem tudok változtatni ezzel, mert hát egyedül én mit tudnék tenni. Te az életed a tapasztalataid alapján mit tudnál üzenni nekik? Hát egyértelműen tud tenni, hát a saját köreiben tud tenni, a szobáját ki tudja takarítani, ergo tovább lehet ezen a szinten lépni. Egyébként nekik én azt üzenném, hogy menjenek el dolgozni, és tényleg tanuljanak meg multiknál, a legrohadtabb, de akkor is meg kell tanulni. Tehát hogyan működik egy szervezet, hogyan működik egy önkormányzat, tapasztalatot kell nagyon sokat gyűjteni. Próbáljanak valahogy a racionalitáson túl ideák felé is elmozdulni. És az nem a Facebook meg a like gyűjtés, hanem ültessenek egy fát. Őrült sokat számít. Tehát nézek ilyen YouTube-on például egy indiai bácsi, aki 40 évvel ezelőtt elkezdett ültetni fákat egy teljesen kopár területen. És 40 év alatt a fák őrült nagyok lettek, visszaköltözött a természet, már tigrisek is vannak ebben az erdőben, minden nap elültetett X mennyiségű fát, mert azt mondta, hogy erre van szükség. Indiai államtól megkapta a fák atya.